Sziasztok, itt van velem Mimi. Hogy érezted magadat itt Debrecenben? Szia, nagyon tetszett az egész, és a legjobban azt tetszett, hogy ahogy beléptünk ide a Phoenix csarnokba, ugyanazt láttam, mintha Budapestre lettünk volna. Tehát egy másodpercnyi erőfeszítés nem volt kisporolva a play szervezői részéről. Elképesztő, ugyanúgy érzem magam, mintha ott lennénk. Ugyanazok a fényviszonyok, ugyanazok a standok, a színpadok, ugyanolyan változatos a program, úgyhogy tök jó és nagyon jó látni, hogy eljövünk vidékre, és rengetegen kíváncsiak egy ilyen rendezvényre, és ez azt mutatja, hogy nem csak Budapestből áll a világ, úgyhogy hajrá, csak itt tovább. Első pillanatra megijedtünk reggel a YouTube színpad miatt, mert az most itt nem a főteremben van, hanem picit oldalt, de hát teljesen alaptalanok voltak ezek a félelmek, hiszen rengetegen vannak, kérdeznek, szeretnek titeket. Sőt, én annak is örülök, hogy egy kicsit bensőségesebb, mert ugye egy külön terem, nincs hangzavar, mint itt, tudsz koncentrálni a kedvenc YouTube-osodra, a kedvenc YouTube-osod is jól hallja a kérdéseket, megvan a közvetlen szemkontaktus, nincsen azért ez a kicsi laza félhomály. Nagyon tetszik, és egyébként nekem az utóbbi időben ez a YouTube színpad a kedvenc programom, mert nagyon komoly beszélgetéseket tudtunk lefolytatni, mind HP-val, mind most Mazurral, úgyhogy nagyon remélem, hogy a jövőben is megtartják a playitesek ezt a jó szokást, és lesz YouTuber színpad. Utolsó kérdés, 10.000 ponttal túlszányaltad magadat a Guitar Hero-ban, lesz-e folytatás, legközelebb megint 10.000 pont, vagy még több? Hát most már muszáj lesz rágyúrnom, mert egyszerűen szégyen, hogy egyébként tudok valamennyire gitározni, de gitárhírozni nem, és ez az állapot szerintem tarthatatlan, úgyhogy meg kell majd mutatnom, hogy megy ez.